A kommunizmus áldozatainak emléknapja tiszteletére Tamásiban a hagyomány szerint ünnepi műsorral és koszorúzással emlékeztek az általános iskola falára kihelyezett emléktáblánál, ahol a település polgármestere idézte fel az akkori eseményeket. A kommunizmus országos áldozatai mellett azokra a tamásiakra is emlékeztek, akik először tapasztalták meg a diktatúra igazi arcát. Kálimert András Ellenforradalom Vörös Terror Fehér Terror című kiadványában részletesen is olvashatunk városunk történelmének e vérzivataros időszakáról. 1919. májusában a tamásiak is megelégelték a vörös hatalom erőszakos fellépését, azt, hogy elvették a parasztoktól a húst, a lisztet, a zsírt, elhajtották állataikat. Hertelendi Ignác csendőrszázados és Freiler Károly járási tisztiorvos vezetésével fegyvert ragadtak és fellázadtak. Egy kisebb tűzharcot követően rövid idő alatt és viszonylag békés eszközökkel átvették a hatalmat, leváltva a helyi direktórium vezetőit. Az ellenforradalom győzelmét követően közvetlenül Kun Béla adott parancsot a fölkelés leverésére. A 44. Vörös Dandárt, egy dombóvári vasutasokból és pécsi bányászokból álló egységet vezényeltek Tamásiba, hogy rendet csináljanak. A vörösök közeledésének hírére félreverték a harangot, majd a település főterén nagy tömeg gyűlt össze. Rövidesen heves utcai harcok törtek ki. Két védő Budán, egy pedig a Várhegy alatti részen kapott halálos lövést. A visszaemlékezések szerint a felkelők gyengén voltak felszerelve, a vadászpuskákon kívül legfeljebb a vasvillákban bízhattak, ráadásul hiányzott a kellő irányítás, míg velük szemben katonaviselt parancsnokok látták el a vezetést. Az ellenállók végül belátták a helyzet reménytelenségét és megadták magukat. A támadók többségét elfogták, és a mellettünk álló épületnek a pincéjében található börtönbe vetették őket. Közben május 31-én este 11 órakor indult el az első veszprémi Vörösőr ezredtől közel 100 katona, akik másnap hajnalban megérkeztek a városba. Közülük jó néhányan a hírhedt Fabik csoport tagjai voltak, akik már több alkalommal kitűntek kegyetlenkedéseikkel. Egyeseket kínzásokkal, másokat megalázó tevékenységek végeztetésével próbáltak szóra bírni. Június 1-én a vörös különítményesek rövid tanácskozás után minden törvényes keretet mellőzve a felkelés három résztvevőjét, Berta Pál Mészárost, Hőrik Imre asztalosmestert és Madarász József rendőrt halálra ítélték. A nyilvános kivégzést, amelyre ennek az iskolának az udvarán, illetve a templom és a mostani Vürc iskola közötti részen került sor, vagyis nagyjából ahol most mi állunk, a Fabik csoport három tagja hajtotta végre, az áldozatokat az akasztás előtt még brutálisan összeverték. A holttesteket elrettentés végett, a kötélen hagyták, fejük fölé vörös táblára pedig a következőket írták, így pusztul el a proletárság minden ellensége. Előző nap golyó általi halálra ítélték és kivégezték Kisal József napszámost, aki a felszólítás ellenére nem tette le a fegyvert. Elődeink emlékművekkel adóztak a kivégzetteknek. Az 56-os emléktáblánál a múlt eseményeinek felidézése után a tamási és az országos áldozatok tiszteletére helyezték el koszorúikat a város elöljárói és vezetői.